Ilyen orvosi védőkesztyűket gyárt egy Máté Szalkai cég, egy új egészségügyi projektnek köszönhetően. Az ipari parkban lévő terek átadás átvételéről szóló szerződést januárban írta alá a beruházó cég vezetője és a város polgármestere. Összességében 4 gépsorban gondolkodunk, és ez a teljes magyarországi igényt ki tudná elégíteni. Egy rendkívül nagy termelékenységű gépsorról van szó, és hát az ipar 4 megfelelő alkalmazás technikáját fogjuk itt is használni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy részben automatizált, robotizált gyártósorról van szó, amelynek végeredménye a különböző sebészi, illetve vizsgálókesztyűk megléte. Januárban érkeztek bronzkori leletek a József András Múzeum régészeti gyűjteményébe. Fábián háza határában egy helyi lakos szántás közben találta a tárgyakat. A Krisztus előtt 1300-1100 körüli időből származó csákányt, baltát és lándzsahegyet nyáron a látogatók is megtekinthették. Régészként is az ember azért elég sokat álmodozik róla, hogy majd egyik feltáráson egy ilyen tárgyat talál a saját kontextusába. Tehát az úriember az 3 ilyen tárgyat is talált az elmúlt években, úgyhogy irigykedünk is rá egy kicsit, hogy még sokunknak nem volt ilyen beélménye. Igazából már az is szenzációsnak mondható, hogy az úriember a legelső tárgyat körülbelül 10 évvel ezelőtt találta, és ugye hát nem ismerte föl, hogy régészeti korú tárgyak, ezért nem is nagyon foglalkozott vele. És a nyár folyamán, a múlt nyár folyamán, amikor még lehetett múzeumokat látogatni, akkor az Egri Vár Múzeumban látott a kiállításban hasonló tárgyakat, és akkor rádöbbent az úriember, hogy otthon neki is vannak ilyenek. A Magyar Kultúra Napján együtt ünnepelt a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal Szatmárcsekén. Az eseményen szó esett természetesen arról is, hogy hogyan lehet kultúrát népszerűsíteni járvány idején. Tudom, hogy kulturális intézmények online módon más technikai eszközök segítségével megemlékeznek erről a jeles évfordulóról, és hát azt gondolom, hogy itt most maradt a szűk családi körben történő megemlékezés. Remélhetőleg megnézek egy magyar filmet, esetleg streamelnek egy színházi előadást, vagy egy koncertet azok, akik most hát szűk családi körben ünneplik ezt a jeles napot. Ezzel a koszorúzási ünnepséggel is erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a kulturális tevékenység az nem ismer határokat, így már a virtuális térben is folyhat, és remélhetőleg ezek a technikai eszközök ilyen értelemben jót is szolgálnak. Nyíregyháza belvárosából Sóstóhegyre tette át székhelyét a vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A több mint 400 négyzetméteres épületben kialakítottak egy könyvtárat és korszerű oktatás segítő digitális eszközök is helyet kaptak. 2020. decemberében költöztünk át ide Sóstóhegyre, a Muskotály utcára, egy 410 négyzetméter területű iroda épületbe, teljes épületet sikerült tulajdonba vennünk. Gyakorlatilag az volt a koncepció, és ezt is valósítottuk meg, hogy a napi ügyintézésen túl egy olyan központi teret, egy olyan közösségi teret alakítsunk ki a megye vadászainak, ahol bármikor jól érezhetik magukat, szakmailag fejlődhetnek, és akár családi, sőt akár vadásztársasági rendezvényeket is tarthatnak, hiszen az udvar és maga az épület erre alkalmas. Idén januárban már elkezdődött az új hulladékudvar kialakítása Mátészalkán. A városban továbbra is nagy problémát okozott az illegálisan lerakott hulladék felszámolása és kezelése. A hulladékudvart a jövő év elején adják át.